Ma Szent Pál apostolnak megtérésének napja van és ünnepe van, ezt Pál fordulónak is nevezik. Ehhez a naphoz nagyon sok legenda, mese, beszéd, stb. Fűződik, amely hát a századokon át, hogy ne is mondjam, még több évszázadokon át ez terjed, de nekünk a legnagyobb jelentősége ennek a mai napnak tulajdonképpen az, hogy Szent Pál apostol, aki mint pogány, aki üldözte a keresztényeket, megtért és egyike legnagyobb keresztény lett, és nem csak a keresztény értelemben, hanem abban, hogy a kereszténységnek a legnagyobb hirdetője, missziósa, prédikátora, írója lett, és mint ilyen az intézmények, különösen a nevelői, oktatói, iskolák, stb. Intézményeknek a védőszentje, és így a mi iskolánk és a mi intézetünk, kollégiumunk védőszentje is Szent Pál apostol, és ezt ünnepeljük ma, és mint mindenütt, amikor jeles ünnep van, úgy mi is, a mai napon iskolanapot és a kápolnáknak a búcsúját tartjuk iskolanapot, mert névadója Szent Pál apostol, búcsút pedig annyit jelent, ugye, hogy itt egy szentmisét tartunk, szentmise keretében búcsút lehet nyerni, tehát lelkileg erősítést, bátorítást, tehát ez a kápolnáknak a búcsúja, mert úgy szintén Szent Pál apostol a védőszentünk.